Köszöntöm Rábaközi Televízió nézőit! Mai műsorunkat Gyopáros Alpár országgyűlési képviselővel készített riportunkkal kezdjük. Térségünk országgyűlési képviselője az elmúlt évben elvégzett fejlesztésekről és a 2016-os célokról beszélt. Így az új év első napjaiban készítünk egy beszélgetést, amelynek a témája elsősorban mi az, ami történt a 2015-ös évben, de a különböző történésekből milyen okokozati viszonyunk után mi várható. Hát több témát is feldolgozunk ma. Először az utak kérdése. Ugye 2015-ben számos utátadás történt, de a legfontosabb, hogy Csorna és Győr között a kétszer-két sávon lehet közlekedni, de érdemes felsorolni, hogy mi az, ami történt itt a választókerületben. Mire hívnál fel a figyelmet? Szinte minden szempontból a Rábok közös a Sokorolja éve volt a 2015-ös év, úgyhogy ha megengedi szerkesztő úr, akkor az első mondatom hagy legyen az, hogy legalább ilyen boldog évet kívánok a Rábok közös a sokorolai embereknek a 2016-os évre is, mint amilyen jó sikerült a 2015-ös évünk, legalábbis ami a fejlesztéseket, az ön által is említett fejlesztéseket illeti, és azon belül is elsősorban az útépítések, hiszen meggyőződésem, hogy a 2015-ös év legnagyobb eredménye, hogy célba ért az az első, sőt igazából a második útépítési szakasz is, amely egy hosszú távú közútfejlesztési projektnek a része, amely keresztül vezet a Sokorolján és a Rába közön is, és amely érinti az M85-ös, az M86-os gyorsforgalmi utakat és a majdan megépülő kétszer-két sávos 83-as települési elkerülőkkel érintett főúti szakaszt is. Az az első két szakasz, ez közismert most már, hiszen az autósok birtokba vehették immáron 4 hónappal ezelőtt az M85-ös Győr és Csorna közötti szakaszát, és ezen kívül pedig a Csornai elkerülő út M85-ös, M86-os közös szakaszát, és látható is, hogy amint szeptember közepén a csornaiak és a rábaköziek kívánták, hogy fellélegezzen a város, ez nagyjából meg is történt, volt néhány hétnyi, egy-két hónapnyi küzdelem, míg minden kamionos, és elsősorban a külföldi kamionosokat említem, megszokták, beírták a különböző berendezéseikbe, irányító berendezéseikbe, GPS-eikbe az új utakat, és felmentek végül az elkerülő utakra. De ez lényegében megtörtént, és látható ma már, hogy Csorna városa, ha nem is ürült ki teljesen, hiszen elsősorban az észak-déli és a dél-kelet irányú, tehát a Szombathely-Győr irányú forgalmakat vezette ki a városból a megépült útszakasz. Egyelőre azonban a kelet-nyugat irányú forgalom az átmegy még a városon, és hát nyilván a célforgalom is itt van a városban, ez természetesen itt is fog maradni, de látható, hogy lényegesen csökkent a forgalom. Becsléseim szerint a kamionforgalom az 2/3 esett vissza, vagy talán kicsit több, mint 2/3, és a személyforgalom is körülbelül felével esett vissza a korábbi forgalomhoz képest. Természetesen, ahogy említettem, ezek egy hosszú távú, nagyívű útfejlesztési programnak a részei voltak, a Győr-Csorna közötti szakasz és a Csornai elkerülő út. Ez egy választási ígéretünk volt egyébként az előző ciklusra, hogy el fog kezdődni az előző ciklusban, ez meg is történt. És aztán a további választási ígéretünk volt, és ennek a további közútfejlesztési programnak a része, hogy a Csornai elkerülő utat szeretnénk befejezni. Ez úgy áll, hogy az elmúlt év végén, 2015 év végén a kivitelezési közbeszerzési eljárás az lezárult. Várhatóan az idei év legelején, tehát a tavaszi, ahogy az időjárás természetesen megengedi, tavasszal elindulhat a Csornai elkerülő út második befejező ütemének a kivitelezése is, és természetesen, ahogy ígértük, 2018-ig az én reményeim szerint legalábbis elkezdődik, de akár még kis szerencsével be is fejeződhet a további építés az M85-ösnek a Rába közben, Kapuvár felé, Kapuvár elkerülésével, illetve a 85-ös által érintett eddigi települések elkerülésével, és az út aztán útépítés folytatódik, aztán Sopronig. Választókörzetünket érintő másik nagy útfejlesztési ígéretünk, ami egyúttal egyfajta kötelezettség és az országnak, a 83-as főútnak a fejlesztése. Ez két szempontból fontos. Egyrészt fontos a 83-as, a jelenlegi 83-as út mentén élők, illetve a 83-as utat használók szempontjából rendkívül fontos, hiszen a 83-as főút egy rendkívül forgalmas, ugyanakkor egy keskeny nyomtávú és rendkívül kanyargós főút.
Ráadásul itt van egy NATO ígéretünk is, miszerint a pápai légibázisnak a Győr felülő megközelítését segíteni fogjuk egy kétszer-kétsávosítással. Azaz bízom benne, hogy ennek az útnak a megépítése is legalábbis elkezdődik még ebben a ciklusban. És itt egy külön ígéretünk, ami a korábbi a szocialisták által való tervezésben, illetve a NATO-nak tett ígéretben nem szerepelt, hogy itt mi elkerülő utakat is tervezünk az érintett településeknél, tehát ki fogjuk vezetni a 83-as főútforgalmát Győr-Szemeréről és Tétről is. És a harmadik, az utakkal kapcsolatos a harmadik megjegyzésem, hogy természetesen nem szabad elfeledkeznünk a mellékúthálózatnak a karbantartásáról és felújításáról sem. Ez az egyik legnehezebb feladat, hiszen erre Európai Uniós forrásokat nem használhatunk. Zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként a gyorsforgalmi útépítések egy jelentős része sem Európai Uniós forrásból, hanem költségvetési forrásból zajlik, de mivel a mellékúthálózaton is egy viszonylag jelentős forgalom zajlik a Rába közben is, és nagyon leromlott állapotban van a mellékúthálózatunk is, egy külön figyelmet kell ráfordítanunk. A január 1-től viszont már oda kell figyelni arra, hogyha valaki Csornáról Győrbe akar eljutni a kétszer kétsávos M85-ösen, akkor ott már meg kell venni akár a megye matricát például. Így van, minden autópályán szakaszon és gyorsforgalmi szakaszon a jogszabály értelmében fizetni kell az úthasználatért, azaz minden Magyarországon minden gyorsforgalmi és autópálya fizetős útnak számít. Annyi engedményt kaptunk a kormánytól mi is, és hát nem csak mi, hanem mindenhol, ahol gyorsforgalmi utak, autópályák épülnek, hogy abban az évben, amelyikben átadják a gyorsforgalmi utat, abban az évben az év végéig kifutás, az év kifutásában nem szükséges az útdíjat megfizetni az utat használóknak, hanem az azt következő év január 1-től vezetik be az adott útszakaszra az útdíjat. Ez azt jelenti, hogy 2016. január 1-től valóban fizetős lett az M85-ös gyorsforgalmi út Győr és Csorna közötti szakasza. Az M85-ös csornai elkerülőre azért vonatkozik még a díjmentesség, tehát az elkerülő utat egyelőre még díjmentesen használhatják, többek között akár egyébként a Lengyelország felől érkező kamionosok is, akik a Baltikum, az Adria felé tartanak és vissza, mert hogy az M86-ost önmagában vizsgálva az még egy függő szakasz, egy lebegő szakasz, hiszen az M86-os gyorsforgalmi út Csorna és Szombathely közötti szakaszát, az csak az idei év közepén fogjuk átadni, és akkor lesz egy összekötetésben az M86-os gyorsforgalmi út az országos közúthálózattal, tehát majd csak akkortól lesz fizetős az a szakasz, addig ingyenesen használhatják egyébként a kamionosok is. Akik Beled térségébe közlekednek, tapasztalatták, hogy Beled vásárosról között most már hidon lehet átmenni. Mekkora szakasz hiányzik a Csorna, illetve Szombathely közötti kétszer kétsávos M86-osból? Az M86-os gyorsforgalmi út is több szakaszban épült meg. 2010-re ígérték meg az előző szocialista kormányok, hogy az M86-os gyorsforgalmi utat megépítik, és Szombathelyt autópálya összekötetésbe hozzák lényegében Budapesttel. Ez elmaradt. Korábbról egyetlen egy befejezett szakasz volt ezen az útvonalon, a Váti elkerülő út, ami aztán kiegészült a Szelestei elkerülővel, amit aztán már mi fejeztünk be a Szombathelyig gyorsforgalmi út összekötetéssel, és most az utolsó elmaradt szakasz ennek a gyorsforgalmi útnak a Hegyfalu és Csorna közötti szakasza. Ez egyébként az M86-osnak a Vasmegye, Győr-Moson, Sopron megye viszonylatában az utolsó hiányzó szakasza, de ahogy említettem, az idei év közepén, tehát 2016 év közepén már ezt is birtokba vehetik az autósok. Ugye az épületek felújításával kapcsolatban is történtek változások 2015-ben, de várható, hogy új újdonságok 2016-ban is. Ezen a területen mit sikerült elérni? Ez az a terület, ahol azt tudom mondani, hogy a 2010-14-es országgyűlési ciklusban is, és egyébként azt követően is az egyik legnépszerűbb fejlesztési terület volt a mi választókörzetünkben is. Ugye a 2014-es tavaszi kampányban elmondtuk, hogy soha nem látott mennyiségű fejlesztési támogatás érkezett a választókörzetbe, és ennek döntő többsége épületfelújítás volt egyébként, és ennek az épületfelújítási kategórián belül is a döntő része energetikai célú felújítás volt, tehát nyilászáró cserék voltak, tetőcserék, esetleg fűtéskorszerűsítés, mondjuk úgy, hogy épületcsomagolások, ahogy a szakmai zsargon ezt nevezi.
Nem sorolnám fel, nem is tudnám fejből felsorolni az összes választókörzet összes településén megvalósult összes ilyen épületfelújítást. Néhány jelképeset emelnék ki inkább szívem szerint, különösen a városokból, hiszen nagy öröm, hogy például Kapuváron a régóta várt Széchenyi iskola felújítás megtörtént, ráadásul egy jubileumi, tehát egy születésnapi ünnepséggel egybekötve, hiszen a jubileumát ünnepelte az iskola, és az idei évben, illetve hát a tavalyi évben valósult ott meg a Gartai óvodának a felújítása is. Csornán szerintem mindenki tudja, hogy az ilyen épületfelújítási, illetve építési szempontból a legfontosabb fejlesztés az a Csornai Kórház, a Margit Kórház új járóbeteg épületének az átadása volt, de egy régi-régi vágya volt a csornaiaknak a nagyon rossz állapotban lévő Csukás iskola kollégiumának a felújítása, ez is megvalósulhatott. Hogy más nem mondjak, Téten nem csak egy új iskolával gazdagodtak a tétiek, a Kisfódi iskolának egy új szárnya épülhetett, hanem a régi szárnya is megújulhatott egy másik pályázatnak köszönhetően. Tehát rendkívül népszerűek voltak ezek a beruházások, de tudom, hogy Csornán, Téten, Kapuváron, sőt Beleden is várat magára még nagyon sok olyan közintézmény, Beleden, hogy más nem mondjak, mindenki tudja, a kastélynak a felújítása, illetve hát a kastély funkciójának a megtalálása még várat magára, de hát ide sorolhatom mondjuk az ifjúsági ház, Csornán szintén az ifjúsági ház, ha már egyszer ezt említem, Téten a művelődési ház, vagy éppenséggel egy tulajdonképpen már futó projekt, hiszen nagyon-nagyon bízom benne, hogy az utolsó stádiumában van a Szárföldi új óvoda megépítésének a projektje, már legalábbis az előkészítése van utolsó stádiumban, és hamarosan a kivitelezésről beszélhetünk majd, illetve hát majd polgármester úr beszél róla természetesen. És nyilvánvalóan a választókörzet szerte mindenhol megjelennek ezek az igények a további épületfelújításokra, még akkor is, hogyha ezek egy jelentős részében már a településeken itt-ott megtörténtek, hol egészében, hol csak felében, harmadában, de jelentős épületfelújítások megtörténtek, de van még bőven olyan középület a Tarsolyban, amire ráfér a felújítás. Úgyhogy én biztatok minden polgármestert, hogy a megnyíló forrásokban a környezet és energetikai operatív programban, illetve a területfejlesztési operatív programban megnyíló pályázati lehetőségeket használják ki, és mindenképpen ott lesz bőven forrás. Ugye, ha a programoknál vagyunk, akkor itt a Rába közben nagyon szép kastélyok vannak, ugyanis ön is említette, hogy Beledben például a felújítás az folyamatosan napirenden van, érdemes vele foglalkozni, funkciót kell találni, illetve fel kell újítani az épületet, erre milyen lehetőségeik vannak, akár Mihályipa, van egy nagyon szép Döri kastély, de sorolhatnám itt a településeket, ahol láthatók és találhatók kastélyok. Igen, három olyan kastély van a térségünkben, amely a Nemzeti Kastélyprogramba bekerült. Több szempontot vett figyelembe a kormány, amikor a Nemzeti Kastélyprogramba bekerülő épületeket kiválasztotta. Az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy olyan épületeket kellett kiválasztani, hiszen a Nemzeti Kastélyprogramnak a célja az, hogy azoknak az épületeknek, amelyek bekerülnek, azoknak a legfontosabb funkciója az a turisztikai célú hasznosítás lesz. Azaz olyan kastélyokat kellett kiválasztani, amelyek részben egészében már valamilyen módon funkciót találtak. Nem horribilis összeg az, amit rá kell költeni, hogy ennek a funkciónak megfeleljenek, és egyébként meg tudnak felelni ennek a funkciónak. Magyarul a férőhely, az elrendezettség, és itt tovább minden szempontból megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Így a mi térségünkből a dénesfai Ciráki kastély, a Szanyi Püspöki kastély és a Mihályi Dőri kastély, az ön által említett Mihályi általam is rendkívül kedvelt Dőri kastély került be a Nemzeti Kastélyprogramba. Én nagyon bízom benne, hogy ebben a ciklusban megtaláljuk azt a forrás lehetőséget, ami körülbelül 1,5 milliárd forint per kastély összegben ráfordításra kerülhet, és népszerű turisztikai célpontok lehetnek majd ezek a kastélyok a térségünkben. Ezért is fontos például egyébként a mellékutaknak a felújítása, hiszen akár a 86-os főút és a 80-as főutat összekötő Szanyi szakasz, az mindannyian tudjuk, hogy mennyire rossz állapotban van, hogy éppenséggel a Mihályit megközelítő utak is. Ezek egyébként komplex csomagok, tehát nem pusztán épületfelújításról beszélünk, hanem valóban olyan komplex turisztikai csomagok, amelynek köszönhetően nem bízom benne, hogy olyan addicionális forrásokat tudunk találni, lásd például útfelújításokra, vagy éppen kerékpárútépítésekre, vagy éppenséggel kútfúrásokra, hogy most egy példát mondjak, amely abban segít, hogy valóban vonzóvá tudjuk tenni ezeket a kastélyokat a Rába közbe és a Sokoroljára. Ebben az esetben Sokorolja nem érintett, de egyébként a mi térségünkben látogatók számára is. Ha még egy kastélyt, hogy beszélgetünk Beledről, ha
ott is azért ugye több százmillió forintra számolnak a helyi vezetők, hogy rá kellene költeni, most már a tetőszerkezetet rendbe tették, de tovább kell az épületen dolgozni, ott a képviselő úr milyen lehetőségeket lát? Én azt gondolom, hogy először is meg kellene találni a kastélynak a funkcióját. Ez a legfontosabb, hiszen a Európai Uniós forrásokat amúgy sem lehet, vagy legalábbis nem célszerű, de jellemzően nem lehet elkölteni úgy, hogy egyébként nem mondjuk meg, hogy mire is költjük, vagy pontosabban amire költjük, azt miért tesszük. Emlékszünk ezekre a nagyon rossz példákra a szocialista kormányok idejéből, amikor, ha jól emlékszem, 40 cm-es kilátókat épültünk, és kutya kozmetikákat, és nem tudom, milyen nagyon furcsa dolgokra költöttünk Európai Uniós forrásokat, de nem kell nagyon-nagyon messze menni. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy mondjuk munkahely teremtésre kevés pénzt, tehát gazdaságfejlesztésre azt hiszem, hogy jól emlékszem, 16%-ot költöttünk, ami most az új ciklusban 60%-ot fogunk költeni, míg mindenféle szerintem értelmetlen képzésekre, mindenféle átképzésekre, amelyeknek nem értek cél természetesen, meg 100 milliárdokat költöttünk el Európai Uniós forrásból. Tehát visszatérve a Bartodeszky kastélyhoz, az első cél szerintem az első célnak annak kéne lennie a beledi polgármesterének szem előtt, hogy megtalálják azt a funkciót, amelyet a kastélyba telepíteni akarnak. Hogy az oktatási, vagy idegenforgalmi, vagy egészségügyi célú, ezt döntsék el ők, én ebben nem akarok feltétlenül beleszólni. Ez azért is kérdés, mert hogyha valamilyen, csak egy példát mondok, ha nem közcélú, hanem mondjuk valamilyen profitorientált tevékenységet akarnának a kastélyban elképzelni, akkor gazdaságfejlesztési operatív programból lehetne egyébként támogatást szerezni, akár visszatérítendő, akár visszanemtérítendő támogatást, addicionális forrásokat, hitel lehetőségeket lehet találni, és így tovább, és így tovább. Ha valamilyen közcélt, akkor természetesen azt az operatív programot lehet megtalálni. Ha nincsen lényegesebb célja, hanem csak mondjuk egy épületenergetikai felújítást szeretnénk egy épületre, most elszakadva a kastélytól, csak úgy általában beszéljük egy középületre, akkor mondjuk a környezet és energia operatív programot érdemes megcélozni. Tehát függően attól, hogy mit képzelünk abba a kastélyba, milyen ötletet teszünk bele, attól függően tudjuk megcélozni azt, hogy melyik forrásból tudunk támogatásokat lehívni, vagy legalábbis megcélozni ezeket a támogatásokat, és természetesen én minden eszközt meg fogok mozgatni annak érdekében, hogy ennek a kastélynak ezeket a forrásokat aztán megtaláljuk. A térségünkben több várost is érint az USZODA program, ugye korábban szó volt róla, hogy netalántán a járási központok kaphatnak kisebb uszodákat, ahol a gyerekek tanulhatnának úszni, nem kellene mondjuk a kapuvár gyerekeknek éppenség elmenni téli időszakba egy másik helyre, hanem ott helyben meg tudják ezt tenni, vagy éppen csornaiaknak, vagy épp tétieknek. Tehát hol tart ez az uszoda program? Nem csak, hogy szó volt róla, hanem én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb olyan üzenete volt a választásoknak, ami konkrétan megragadható, tehát egy konkrét választási ígéret, nyugodtan mondjuk egy konkrét választási ígéret hangzott el tőlünk. Ez úgy hangzott, hogy azokban a járásokban, pontosabban azokban a járási központokban, ahol még nincsen olyan úszoda, ahol úszásoktatást tudnak folytatni az ott működő, az abban a járásban működő iskolákban tanuló gyerekek számára, ott épül egy-egy tanúszoda. Az én választókerületem abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben, nézőpont kérdése, ahol egyik járási központban, tehát Téten, Csornán és Kapuváron sincsen olyan tanúszoda, ahova a téti, csornai, kapuvári és a Rába közé sokorai alja iskolákban tanuló gyerekek el tudnának jönni úszásoktatásra. Ezért miután a kormány részéről elhangzott ez az ígéret, a mi részünkről az az igény, hogy ezt a úszoda ígéretet ezt behajtsuk a kormánytól ebben a ciklusban. Ez azért is fontos, mert sokat emlegetik a kormány stadionépítési stadionrekonstrukciós programját, hogy csak egy-két példát kiragadjak, Debrecenben, Szombathelyen, Miskolcon az általam ismert, vagy legalábbis felületesen ismert stadionépítési projektek esetében mindenhol ugye nem pusztán egy futballstadionnak az építéséről beszélünk, hanem egy komplex sportkomplexumról, egy komplex sportlétesítményről beszélünk, amelyet az adott város szinte összes iskolája ilyen vagy olyan módon használ. Hiszen nem csak egy futballstadionról van szó, hanem egy birkózóteremről, egy kézilabdateremről, és így tovább, és öltözőkről, és így tovább, és így tovább. És ezt mind-mind használják az iskolák. Én magam is egy ilyen iskolába jártam annak idején, amelyik egy ilyen nagy sportkomplexumot tudott használni.
Ilyen sportkomplexumokat Csornán-Kapuváron téten nem tudunk eltartani. Mi a saját iskoláinkhoz igazított tornacsarnokokban tudunk gondolkodni, illetve az ezt kiegészítő addicionális lehetőségekben. Ha van egy-egy innovatív iskola, akkor mondjuk a lovaglásoktatásban, hogyha van ott a környékén egy olyan vállalkozó szellemű lóoktató, lovasoktató, vagy éppenséggel a tanúszat a tekintetében, ami viszont egy állami feladat lesz. Ugye ez határidők vannak, tehát nem gondolkodtak abban, hogy a jövőre, vagy 2 év, 3 év múlva, ez gondolom költségvetéstől függ. Természetesen, mint minden ez is, hiszen hazai forrásból fog megépülni. Várhatóan Európai Uniós forrást, 1 eurócentet sem fogunk tudni rákölteni. Nyilvánvalóan azt, hogy mindazon az összes járásban, ahol nincs tanúszoda, épülhessen tanúszoda, ami szerintem egy jogos igény, ezt egyszerre nem lehet megoldani, hiszen annyi pénz nincs az államkasszában, hogy minden járást egyszerre kiszolgáljunk, egy éven belül kiszolgáljunk tanúszodával. Ezért több lépcsőben valósulnak, 30-asával, 40-esével fognak valószínűleg megépülni ezek a járásközponti tanúszodák. Azt, hogy a csornai és a kapuvári, illetve a téti hol áll ezekben, melyik lépcsőfokon áll, azt még nem tudjuk, hiszen csak azt tudjuk, hogy az első lépcsőfokon kik állnak, a továbbit egyelőre nem látjuk. Minden annak a függvénye, hogy valóban a gazdaság bővülése, ahogy az elmúlt években láttuk, a 2-3%-os szintet tudta tartani, hogyha a jövőben is tudjuk ezt a 2-3%-os szintet tartani, adja a jó Isten, tudjuk meghaladni is, akkor megvan a remény arra, hogy ebben a ciklusban megépülhetnek ezek a tanúszodák. Ugye említette a gazdaságot. Jó hír, hogy a megyében, akár Győrbe, vagy Sopronba, Móváron, Jánossomorján erősödik a gazdaság, és a gazdaság szereplői egyre több munkáját tudnak biztosítani. Rába közben is azért vannak pozitív változások, hiszen akár a napelemgyár építése nagyon jó stádiumban van, ahogy látjuk, és tehát itt is azért vannak változások a városokban, Kapuáron, Beledben, és azért Videman, Beledben, tehát van miről beszélgetni ezen a területen is. Igen, én szoktam mondani, hogy nagy szükségünk van azokra a vállalkozásokra, amelyek itt a térségünkben működnek több okból is. Egyrészt ők adnak munkahelyet az itt élő embereknek, és hát ők adnak fizetést ezeknek az embereknek, és az ő családjaikat ők tartják el. Másrészt azért mégiscsak nagyon komoly adóbefizetők ezek a cégek itt helyben. És nagyon nem mindegy, hogy azok a vállalkozások, amelyek itt a Rába közben és sokor alján működnek, azok csak ugye elvegetálnak, vagy folyamatosan fejlesztenek. Akár önerőből, akár hazai forrásokból, akár hitelből, akár Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból. És ha már egyszer itt van az a lehetőség számukra, hogy Európai Uniós forrásokat hívjanak le, amelyeket nem kell visszafizetni, hiszen visszanemtérítendő támogatásokról beszélünk, hanem felhasználhatják az eszközparkjuk modernizálására, egy-egy innovációra, kifejlesztés, annak kifejlesztésére, több munkahely megteremtésére, tehát bővítésre, vagy akár telephelyfejlesztésre, vagy sorolhatnám most sokáig, vagy egy informatikai fejlesztésre. Szóval itt sok 100 milliárd forint állt és áll rendelkezésre a jövőben is a magyar kis- és középvállalkozások számára. Nagyon sokan félnek ezeknek a forrásoknak a felhasználásától. Ez az elmúlt ciklusban akár még érthető is volt, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak egy komoly bürokratikus akadályt kellett legyőzniük ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzáférjenek, és emiatt sokan nem akartak, vagy nem mertek belevágni, illetve nyilván részben magyarázza a fenntartásokat, vagy a félelmet az is, hogy a gazdasági válság utáni időszakban kevesen tehették meg, vagy pedig kevesen mertek fejleszteni és bővíteni. Azonban azzal, hogy a már korábban említett 2-3%-os gazdasági bővülés tempójában van az ország, és ráadásul továbbra is rendelkezésre állnak ezek a források, korábban is nagyon sok egyéb támogatást kaptak a vállalkozások, elég csak megemlítenem a Nemzeti Bank által meghirdetett felendülési hitelprogramot, amely egyébként kifutóban van, hiszen pont ezt fogják részben az Európai Uniós forrásoknak az a része kipótolni, amelyek visszatérintendő, tehát ilyen hitelkonstrukciószerű támogatások. Visszatérve a kérdésére, én kifejezetten szoktam példálozni azokkal a vállalkozásokkal, mint például a Metna Kft. Veszkényben, az LV Metal Kapuváron, vagy éppenséggel a Proverta Kft. Kapuváron, akik most egy új csarnokot fognak átadni az idejében, és több mint 50 munkahelyet teremtve ezzel. Beszélhetünk a Téti Sokró Kft.-ről, Beleden az Organopetről, vagy a Videmanról, Csornán régi nagy pályázó, a Hantech évről évre nagyon sok
felújítást végeznek, látszik is a telephelyükön, és hát ide sorolható természetesen az Ecosolifer Kft. Is, aki napelemgyárat építi Csornán. Vagy éppenséggel beszélünk nyugodtan olyan kicsikről Csornán, mint a Német Kft. Vagy a Farkas Kft., akik az elmúlt időszakban is nagyon szép eredményeket értek el a pályázatok terén, és jól prosperáló vállalkozásokról van szó. Én az ő példájukon keresztül biztatom mindazokat a rábaközi és sokrói, akár kicsik is cégeket, hiszen tudnék sorolni akár egyéni vállalkozókat is, akiknek van egy kis fejlesztési lehetősége a piaci területén, van egy kis kurázsia, esetleg van egy kis magántőkéje, hogy bátran vállalkozzanak, bátran fejlesztenek, mert ezek a források rendelkezésre állnak. Ahogy említettem, az előző időszak 16%-ához képest a következő 4-5 évben várhatóan több mint 60% forrás jut gazdaságfejlesztésre. Csornai napelemgyár építése jó stádiumban van, egyre szebb és egyre kulturáltabb épület alakul ki. Jól tartják az ütemet? Jól tartják az ütemet. Képviselő úr, országos szinten is számos dolog történt az elmúlt időszakban. Nagyon hosszú idő lenne felsorolni. Mi az, amit érdemes kiemelni, ami a 2015-ös évet jellemezte? Hogyha a sláger témát kell mondani, akkor szerintem nyilván mindenki arra rávágja azonnal, hogy a migráció volt, az illegális migráció volt a 2015-ös év sláger témája. A sláger témát nem ironikusan értve sajnos, hiszen egy szomorú jelenségről beszélünk, de mindenképpen szerintem a legfontosabb téma volt 2015-ben. Akkor is a legfontosabb volt, és azok számára is a legfontosabb, akik egyébként mondjuk közvetlenül nem találkoztak magukkal a jelenséggel, tehát a bevándorlókkal vagy a bevándorlás keltette problémákkal. És azok számára is a legfontosabb és a legsúlyosabb és a leginkább komolyan veendő és megválaszolandó kérdés, akik egyébként ma még csak legyintenek rá, hogy ez nem probléma. Mert hogy az. Hiszen ha csak egy nagyon-nagyon röviden megpróbáljuk fölvázolni, hogy hogyan is történt az 2015-ben, akkor emlékezzünk rá, hogy amikor az első mezitlábas koszovói menekültek, illegális bevándorlók megjelentek 2015. februárjában Magyarországon. Orbán Viktor akkor az első európai politikus volt, aki azt mondta, hogy baj van, mert el fog indulni egy komoly migrációs hullám. Mindenki kinevette. Sőt, a szocialisták meg a baloldali politikusok egyenesen azt mondták, hogy ez egy álprobléma. Emlékszünk, Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy ez egy álprobléma. És senki nem vette ezt komolyan, és 2015 év végére pedig ott tartottunk, hogy megközelíti a másfél milliót azoknak a száma, akik Európába érkeztek jellemzően illegálisan, és a legtöbbjük egyébként jogi értelemben sem minősül menekültnek, vagy legalábbis menedékkérőként nem jogosult a menekült jogi státuszra. Hiszen jellemzően vagy nem háborús területekről érkeznek, Közép-Afrikából például, egyszerűen csak az ottani életszínvonal elől menekülnek, és hát emlékszünk rá, hogy voltak ilyen számomra már majdnem inkább vicc kategóriába sorolandó történetek, hogy megérkezve Ausztriában nem találtak megfelelőnek az ellátást, meg az ottani életszínvonalat, tovább mentek Németországba, már ott sem volt elég, tovább mentek Svédországba és így tovább. Tehát egyszerűen a jobb élet reményében keltek útra, illetve azok, akik mondjuk háborús országokból érkeztek, vagy háborús régiókból érkeztek, hiszen még azon attól függően, hogy mondjuk Irakban vagy Szíriában egyes régiókban háborúban, más régiókban egyébként teljes béke van, de mondjuk évek óta egy szomszédos mondjuk jordán vagy török menekült táborban élnek, valamiért most útra keltek. Évekig békében éltek, és megvoltak, Törökország ellátta őket, iskolába jártak a gyerekek, megkapták az egészségügyi ellátást, valamiért mégiscsak útra keltek. Tehát egy jelentős részük sajnos valóban nem jogosult jogi értelemben a menekült státuszra. Ennél nagyobb baj, hogy az Európai Unió vezetői, érdekes, hogy csak az Európai Unió vezetői, mert mondjuk Amerika, Oroszország és a más geopolitikai nagyhatalma, Kína és itt a vezetői, azok értették a problémát, és úgy is reagáltak. Valamiért az Európai Unió vezetői azok nem, mint hogyha nem a valóságban élnének, mint hogyha elszakadtak volna a valóságtól, és az év végére kikerekedett egy olyan megoldási javaslat, ami a legmesszebb menőkig nem megoldás, ez a kvótarendszer, ami azt jelentette, hogy az Európába érkező menekülteket különböző mérőszámok alapján kiszámított, vagy mutatók alapján kiszámított kvótában betelepítik kötelezően egy adott országba, Magyarország éppenséggel mondjuk 10, 20, 30, 40, 50 ezer első stádiumban körülbelül ilyen nagyságrendű
menekültet, akik aztán majd egyesítik a családjukat, meg majd aztán a később érkező menekültek, őket ugyanilyen számban. Úgy számolunk vele, hogy néhány éven belül körülbelül egy szegednyi embert kellene befogadni a Magyarországnak. A magyar gazdaság erre nincsen felkészülve egyébként, hogy ennyi embert hirtelen a semmiből el tudjon látni. Olyan embereket, akik nem beszélik a nyelvet, nem képzettek, nem tudja felszívni őket a munkaerőpiac, ugyanakkor a szociális hálót azt a legmesszebb menőkig igénybe veszik. De nem ez a baj a kvótával, hanem az a baj, hogy jogilag nincs rendben. Tehát az Európai Unió nem kényszeríthet rá egy ilyen kvótarendszert az egyes tagállamokra. Éppen ezért Magyarország megtámadta ezt a döntést az Európai Bíróságon. Ezt kifejezendő, hogy a társadalom támogatja egyébként Magyarországnak, a magyar kormánynak azt a törekvését, hogy bebizonyítsuk, hogy nincs rendben jogilag, és nem szeretnénk egyébként ezt a kvótarendszert, nem szeretnénk, hogyha ránk kényszeríteni az Európai Unió azt, hogy kikkel akarjunk mi együtt élni. Ezt majd mi eldöntjük, hogy kikkel szeretnénk mi együtt élni. Ezért indítottuk az aláírásgyűjtést, amelynek egyébként nincsen vége. Az aláírásgyűjtést addig folytatjuk, amíg a kvótarendszerről be nem tudjuk bizonyítani, hogy megbukott. Hol tartanak most, van rá számodat most? Nagyon, nagyon magas szám, hála Istennek, több tízezren csatlakoztak a Rába közből és a Sokorajáról is, és megközelíti a 2 milliót az aláírók száma országos szinten. De meggyőződésem, hogy ez egy olyan téma, amit nem 2 millió ember támogat, hanem 3-4 millió, vagy akár még többen, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy a mi aktivistáink azok addig fognak menni, ameddig mindenki alá nem írta, aki egyébként nem ért egyet a kvótarendszerrel és potenciális aláírom, mert szeretnénk bebizonyítani, szeretnénk letenni az Európai Unió asztalára, hogy tessék, kedves Európai Unió, ez nem a magyar kormánynak a happy-e, hogy mi nem szeretnénk az illegális migránsokat befogadni Magyarországra, és mi gondoskodni róluk, hanem ez a magyar társadalomnak a kívánalma, tessék, ennyien írták alá. Tehát ez a célja az aláírásgyűjtésnek, röviden és tömören. És természetesen az a jogi és politikai harc, hogy vissza tudjuk utasítani ezt a kötelező, ránk erőltetett, oktroyált kvótarendszert, ez folytatódni fog 2016-os évben is. Nyugodtan mondhatom, hogy 2016-os év ebből a szempontból az ország védelem folytatásának az éve lesz. Köszönöm, képviselő. Köszönöm szépen. A Hantex ZRT évzáró rendezvényt tartott Csornán. Az ünnepségen Tallér György, a Hantex ZRT felügyelő bizottságának elnöke elmondta, közel 100 millió forinttal lett több a 2015-ös év árbevétele a 2014 évihez képest. Szeretném rögzíteni, hogy ebben az évben az árbevételünk meghaladta a tavalyi évet. Nem nagy százalékkal, azt mondhatom, egy 50-60 vagy 100 millió forinttal meghaladtuk a 2014-es árbevételt. Ez óriási siker akkor, amikor nemzetközileg tudjuk, hogy rendkívül nagy problémákkal küzdködnek az európai cégek. A mi kihívásunk nem is az, hogy az árbevételünket tudjuk-e tartani, vagy nem. A mi igazi kihívásunk a minőség tartása. Ezért szeretném kérni az itt helyet foglaló dolgozóinkat, hogy 2016 évben koncentráljunk a minőség fejlesztésére. Nemzetközi cégeknek dolgozunk, önök nagyon, nagyon jól tudják, Hollandiában a Geldropnak, Németországban a Lelli-Welger cégnek. Ezek a cégek nem tudják azt elviselni, és nem tudják azt elfogadni, hogyha minőségben bármilyen kis visszaesés is történne. Ezek a minőségkövetelmények évről évre szigorodnak, amikor elérünk egy bizonyos szintet, utána azt kell tudomásul vennünk, hogy a megrendelőink ezen már túlléptek. Úgyhogy szeretném megköszönni azért, amit a 2015 évben önök tettek, annak érdekében, hogy az árbevételünket, a kiszállítások pontosságát tartani tudtunk. Szeretném megköszönni azt a odaadó munkájukat, amit tettek a cég érdekében. Én is csak azt tudom kérni, hogy következő évben még erőteljesebben, még keményebben dolgozunk. Mi tulajdonosok azt tudjuk ígérni, hogy mi keményebben fogunk dolgozni, és még több munkát fogunk hozni a Hantex ZRT számára. Zelenka Pál tulajdonos elmondta, 2016-ban is a minőségre és a határidők betartására kell odafigyelni. Én csak annyit szeretnék mondani mindnyájatoknak, mindnyájuknak, nagyon kellemes, boldog új évet, és jövőre ugyanitt
ahogy a Tallér úr már elmondta, nagy kihívások vannak, főképpen a minőség és a határidő. Hiába hozunk ide olyan mennyiségű munkát, ha a minőség és a határidőt nem tudjuk garantálni. Az ünnepségen felolvasták dr. Áder János köztársasági elnök ünnepi jókívánságait. Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok a Hantec ZRT valamennyi dolgozójának, Áder János köztársasági elnök. Szerintem tapsoljuk meg magunkat, mert ez egy igazán nagy elismerés, hogy köztársasági elnök úr is írtak. Az évzáró rendezvényen a legjobb dolgozókat is díjazták. Németh László, lézervágó. Nagy tisztelettel kérném Élő László Zsolt hegesztőktől, hogy legyen kedves kifáradni. Nagy tisztelettel kérem, hogy fáradjon ki Tengeli Csernő, Eszter Gályos. És akkor ki a mestervizsgát elérte és teljesítette, Kalányos József csoportvezető, orgácsoló mestert is kérném nagy tisztelettel. Én nem kérek. Most pedig azokat kérném, hogy fáradjanak ki, akik nagy ajándékot kaptak. Mondanám a neveket. Nagy tisztelettel kérem, hogy fáradjon ki Baracskai Timor az anyagosztályról. Már itt is van, és ő egy kombi hűtőszekrényt kapott a cégmenedzsmentjét. Nagy tisztelettel kérném Koltai Zoltán köszönést, hogy már itt is van, ő egy gáztűzhelyt kapott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel kérem, hogy fáradjon ki Kovács Gábor hegesztőt. Kovács Gábor a munkája elismeréseként egy hűtőszekrényt kapott. Nagy tisztelettel kérném, hogy fáradjon ki Kis Csaba. Kis Csaba a munka elismeréseképpen egy nagyon szép televíziót kapott. A Farádi Horváth Mátyás indul a Bamako Rallin. A január közepén induló futamon a versenyzőknek közel 10.000 kilométert kell megtenni szélsőséges időjárási és útviszonyok között. A Bamako Rallin résztvevők csak magukra számíthatnak, ezért a farádi résztvevő már tavaly januárban megkezdte a felkészülést. Hát nekem ez az egész ez úgy kezdődött, hogy végül is az autó az már régebben megvolt, mert a hobbimhoz, a természetfotózáshoz vettem, és ez ilyen nagyon hirtelen jött az egész. Évelején, 2015-ös év elején egy kereskedelmi műsor, reggeli műsorában hallottam beszélgetni a műsorvezetőket a Bamako Ralliról, és csak úgy egyik percről a másikra eldöntöttem, hogy ha már egyszer itt a névám, a terepjáró, akkor jó lenne elmenni, miért nem mennénk el. És egy héten belül beadtam a nevezést, mindenféle átgondolás, mindenféle előzetes utánanézés nélkül, és végül is így kezdődött az egész. Utána kezdtem el utána érdeklődni, hogy mi is ez valójában, és akkor kezdtem el építeni az autót, a névát. Milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát az autónak mindenek előtt üzembiztosnak kell lenni. Ugye a Bamakorral nem is igazán arról a szó szerint offroadozásról, vagy sárgyúrásról szól, hanem inkább az, hogy meg kell csinálni ezt a mi nekünk oda-vissza, mert vissza is hozzuk az autót, körülbelül 16.000 kilométert, amit üzembiztosan az autónak teljesítenie kell. Ezt
sivatagba, kősivatagba mindenen át, mindenféle időjárási körülmények között üzembiztosan kell, hogy menjen. Az autón milyen módosításokat végeztél el? Hát az autó, ez egy 20 éves Lada Niva, egy 1007-es karburátoros motor van benne, egy nagyon régi konstrukció, és előző gazdája nem kímélte, ezért szinte teljesen újjá kellett építeni az egész motor. Végülis egyedül talán a motor az, amit szakműhelyre bíztam, és ott újították fel, teljesen felújított motor van benne. A váltót lett kicserélve, teljesen felújított, a differenciálművek, a komplett futóművek, fűtő, hűtőrendszer, az egész karosszéria, minden, ami kopik, ami mozog rajta, minden fel lett újítva, minden ki lett cserélve, minden szinte új az autón. Ugye át lett festve, ami látszik, ezt is saját kezűleg lett csinálva, a festés is. És ennek azért van nagy jelentősége, mert ott esetleg a Szahara közepén, vagy bárhol, bármilyen műszaki problémánk lesz, muszáj, hogy mi csináljuk meg. Itt egyszerűen egymásra vagyunk utalva, a társamra és az autóra vagyok én utalva, mindahogy a társam az autóra is ér rám. Itt nincs olyan, hogy jön a szerelő és megcsinálja. És ezért volt így praktikus, hogy saját kezüleg széjjelszedni az autót, összerakni az autót, és így ismerjük műszakilag teljesen. Szinte bármit meg tudunk rajta útközben csinálni. Ugye ezt köszönhetjük is a végtelen egyszerűségének, amit az orosz ipar adott nekünk. Milyen veszélyeket rejt magában egy ilyen verseny? Hát ugye a Bamako részünkről nem igazán mint verseny, mert nem verseny kategóriában indulunk. Van egy túra kategória ennek az egésznek, rallinak, és mi ezen belül indulunk, aminek úgymond előnye a versennyel kapcsolatban, hogy mi nem vagyunk nagyon kötve a napi feladatokhoz, nincsenek feladataink, mi egyetlen egy célunk, hogy a mindennapi etap végén a megadott GPS koordinátára, ami az esti táboroknak a helyét jelöli, oda eljussunk, közben amennyi időnk van, ahogy be tudjuk osztani az időnket, ahogy haladunk, úgy tudunk nézelődni. Végül is a cél mi nekünk az, hogy Budapestről, amikor elindulunk január 15-én, és 16 napon belül, 16. nap, leérjünk Bamakóba. Minden probléma nélkül. Hát a veszélyei vannak, ez nem egy veszélytelen túra lesz. Az egyik az, hogy ez egy nulla asszisztenciás ralli, vagyis semmiféle külső segítséget szinte nem váratunk. Nincsen szerelőautónk, nincs semmi. Mi gondoskodunk az üzemanyagellátásunkról, az élelmünkről, mindenről, ami azt szolgálja, hogy mi eljussunk Bamakóba. Minimális végülis szolgáltatást kapunk a rendezőktől. Ugye ennek van ennek az egész rallinak nem csak arról szól, hogy kaland, hanem van egy jótékonysági része is. Mi egész eddig gyűjtöttük az adományokat, azután is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, akár ruhával, akár iskolaszerekkel. Mi egy Maliba egy iskolának viszünk tanszereket. Ugye Mali a világ 8. legszegényebb országa, ahol akár egy toll, akár egy füzet óriási kincs egy iskolába, és mi úgy döntöttünk, hogy inkább a gyerekeknek, az ott élőknek, akik ott szeretnének boldogulni a saját hazájukba, azoknak segítünk, és az autó, a szállítmányunknak egy részét azt fogja kitenni a tanszerek és iskolaszerek, amit oda fogunk adományozni egy ottani benszülött iskolának. Horváth Mátyás nem egyedül indul el. A hosszú útra elkísérje a fertőhomoki Györkös Attila. Tehát Györkös Attila vagyok, Fertőhomokon lakom, körülbelül 6 éve terepjárózok. A társammal, Mátyással találkoztam körülbelül 3 hónapja a Budapest Bamako egy internetes oldalon. Társat keresett magának,
és ráírtam, utána pedig személyes találkozó után lejöttem hozzá, megbeszéltünk mindent, és úgy döntöttünk, hogy akkor belevágunk, és megpróbáljuk együtt meghódítani Afrikát. Vannak biztos kétségek az emberekben, hogy 3 hónapos ismeretség után 30 napra összezárva nem ismerjük igazából egymást. Sokan megkérdezték, hogy biztos, hogy bevállaljátok. Úgy gondolom, hogy egymásra leszünk utalva, kisebb, nagyobb problémánk is. Annál nagyobb lesz, hogy most egymásnak a problémáival foglalkozzunk. Mindent meg kell oldanunk együtt, és csak az útra koncentrálni. Az autó tökéletesen működjön, tehát nem ez a legfontosabb, hogy kinek milyen a személyisége. De egyébként Mátyás és én is teljesen egyszerű emberek vagyunk, úgy gondolom, és mindent megoldunk. Csornai értékek címmel rendezvényt szerveztek a Csornai Premontrai Apátság dísztermében. Helyten Robert Gottfried premontrai szerzetes köszöntötte a megjelenteket. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. A Csornai Települési Értéktár Bizottság jelesült gyakorlatilag első rendezvényén, amit mi magunk között csak értéktár fesztiválnak hívtunk, de Csornai Értékek címmel került ki plakátolásra. Annak idején megboldogult gyermekkoromban, mi még különféle reformpedagógiai módszerekkel tanultunk sok mindent. Szóképolvasással tanultunk írni, olvasni, ezért az osztály fele a mai napig nem tud tisztességesen olvasni. Illetve különféle reformpedagógiai módszerekkel próbálták a személyiségünk rejtett redőit elővarázsolni, és ezek közül is az egyik és leggyakrabban felhangzó kérdés az az volt, hogy mondd, te mit szeretnél lenni? Hát alapvetően a hadakat őrző juhásztól kezdve sok minden szóba kerül, de ezt leszokták szűkíteni. Például milyen tárgy szeretnél lenni? Engem általában mindenki hülyének nézett, amikor én azt mondtam, hogy én doboz szeretnék lenni. Néztek rám, hogy vajon mi a bánatos sebért? Hát miért nem szeretnél egy szép listát? Vagy egy teáskocsát, meg sokkal több értelme van, mint egy doboznak. Én úgy gondolom, mai napig dobozmániás vagyok egyébként, de úgy gondolom, hogy a doboz azért is különösen fontos, legalábbis az én számomra, mert a dobozhoz az én gyermeki fejem, ami azóta sem volt hajlandó felnőni, azt a sztereotípiát kapcsolja, hogy a dobozainkba, a ládikáinkba valami nagyon értékesen, valami nagyon szépet szeretnénk eltenni, valami nagyon értékeset, valami nagyon szépet szeretnénk megőrizni. Én különösképpen örülök annak, hogy a város kezdeményezésére ez a bizottság felállt, és pontosan azt igyekszik számba venni, ami különösképpen értékes, ami különösképpen szép az életünkben, ami nagyon sokszor a megszokott, a mindennapi, sokszor a használati szintjére süllyed, bár a kifejezés sem mindig jó, hiszen akkor veszünk észre ezeknek az értékét, többnyire, amikor elveszünk. Mi Istennek hála abban a helyzetben vagyunk, hogy tudunk felvillantani ezek közül az értékek, ezek közül a szépségek közül számosat, amit már a megye is elismer, a magáénak tud és a megyei közé is beválasztott. Ezeknek a szépségeknek, ezeknek az értékeknek a gazdái és a hordozói alapvetően ti vagytok. Csornaiak. Így én azt hiszem, hogy újra csak a görög-katolikus szent liturgia szavait tudom idézni. A tieidből ajánlom fel tereket, dolgokat. Most a tieidekből mutatunk be nektek dolgokat. Fogadjátok szeretettel. Szalainé Galambosi Tímia elmondta, többek között Ágyán Csilla fazekas, a Pántlika Néptánc Együttes és a Rábaközi Perec is bekerült a Csornai Értékek közé. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nekem az a feladat jutott, hogy a Települési Értéktár Bizottságnak a munkájára számoljak be, hogy eddig mit is tett ez a bizottság.
Győr-Moson Sopron megye, és ezen belül is Rábaköz csorna számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvízkultúrával rendelkezik. Fontos lenne, hogy észrevegyük azokat az értékeket, melyek mellett minden nap elmegyünk. A csornaiaknak szinte természetes, hogy reggel a premontrei épülete előtt elbicikliznek, elsietnek, vagy elrohannak, de egy a városunkban látogatónak óriási élmény, amikor meglátja ezt a csodálatos épületet. Tehát mi, helyiek, elmegyünk az érték mellett, külső szemlélőnek viszont megmarad a nagybetűs élmény. Fontos, hogy az értékeket meglássuk, esetleg felfedezzük újra, aztán megmentsük őket. És ha már megvan az érték, megmentettük, akkor össze kell rendezni, értéktárban tenni, és a utókornak is megőrizni, hogy ők is büszkék legyenek, amelyre az ősök oly büszkék voltak. Tehát az értékeknek a megérzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ezért is Csornaváros önkormányzatának képviselő testülete 2014. március 24-én tartott ülésen úgy határozott, hogy létrehozzam a Csornai Települési Értéktár Bizottságot, és megbízta az értéktár létesítésével és ezzel kapcsolatos feladatoknak a megoldásával létrehozta a bizottságot is. Jogi háttér. Az értéktárba kerülés jogszabály határozza meg. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról a 2012. évi 30-as törvény szól, illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról a 114/2013-as kormányrendelet rendelkezik. Ezen jogszabályok úgy határoztak, hogy nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni kell, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartásban és a kutathatóság szabályok szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védeni és támogatni kell. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárba kell összesíteni. Heiter Robert Gottfried atya a megyei értéktárba bekerült Ráboközi Perecről és a premontrai apátságról beszélt. Alapvetően két egymástól rendkívül távol állónak tűnő. Csornai érték bemutatása lett az én tisztem. Én ugyan nagyon gyorsan összefüggésbe tudom mind a kettőt egymással hozni, hiszen a Ráboközi Perec felhasználhatóságát tekintve számomra valahol első helyen áll az idős épületek vízmentesítése tekintetében, lévén még az élő szervezetből is képes kiszívni a vizet. Egy biztos, és egészen biztos, ahány receptnek utána néztem, mikor erre a néhány szavas bemutatóra készültem, elképedve tapasztaltam egyrészt azt a sokféleséget, ami a Ráboközi Perecet, mint olyat körülveszi, körül lenni, talán az egyik legelképesztőbb recepthez 210 tojás írt az alkotó, 20 kiló liszttel és 90 deka vajjal, félelmetes mennyiségekről van gyakorlatilag szó. 50 literes lábas vagy fazék nélkül nem is lehet neki látni egyáltalán a recept elkészítésének. Én azt hiszem, hogy maga a Ráboközi Perec is rendkívül egyedülálló darabja a ráboközi gasztrokultúrának. Amikor ide kerültem, számomra hatalmas kérdés volt, hogy vajon mire van? Tehát mit lehet ezzel kezdeni? Amikor kollégáknak vittem akár Németországba ajándékba, őszinte elképedéssel szemlélték, amikor én azt mondtam, hogy ezt meg lehet enni. Sőt, általában meg is szokták, én másnap egy csipetet láttam belőle elfogyasztani, és utána félretették a dísztárgyak közé valahova. Minden esetre én azt szoktam mondani, hogy szebb, mint finom, tehát minden esetre rendkívül mutatós és elképesztően munkás hagyomány. Szó. Abban egyetértenek valahol a leírások, hogy több mint 200 éves múltra tekint vissza a receptúra, amit nagy valószínűséggel az Eszterháziakkal
kapcsolatba hozhatóan egy Freya Lina nevű asszony hozott el a Ráva közbe, és kezdtek itt el először készíteni, és vált igazándiból az emberi élethatár helyzeteinek, alapvetően szinte először a lakodalmaknak, esküvőknek, de akár búcsuknak, vagy minden más jeles alkalomnak is a karakteres szereplőjévé. Maga a recept, és ebben ugyancsak egyetért gyakorlatilag minden szerző, elképesztően munkás. Én addig különösebb probléma nincs is, amíg gyakorlatilag a tojás, a liszt, a margarin és az egyéb anyagok összedolgozásáról van szó, és egy közepes keménységű tészta előállításáról. Eddig azt hiszem, hogy még nagyjából jók is vagyunk. Én azt hiszem, hogy a firka az igazándiból ezután következik, mert hogy addig bántják ezt a szerencsétlen tésztát, amíg ebben a rendkívül mutatós és szerintem teljesen fogyaszthatatlan állapotba nem kerül. Tehát igazándiból először főzni kell, tehát miután nagyjából 17 dekás rudacskákat formáltak belőle, akkor koszorút készítettek és legalább háromszor ovátkolták, meg kell főzni. A főzés körül már heves vita bontakozott ki a különféle receptúrák összehasonlításában. Van, aki forró vizet ajánl, van, aki közepesen langyosat, van, aki nem túl meleget. Nagyjából abban egyetértenek, hogy miután a tészta feljött a víz tetejére, 5-6 percnél tovább nem ajánlatos főzni. Hogy ezután mi lesz az ő sorsa, mert az élete nyilván itt nem ér véget, újra megoszlanak az elképzelések. Van, aki szerint 36 órát, szigorúan 36 órát kell pihentetni, lehetőleg pincében, kamrában vagy hűvös helyen. Más receptúrák a 48 kardoskodnak, bizonyan a tészta utóélete szempontjában ez a 12 óra elképesztően fontos lehet, de van, aki 2 órát ajánl, vagy 2 napot ajánl a pihentetésre, van, aki szeretné takargatni és csomagolni, lehetőleg nedves ruhával a 2 napos vagy másfél napos pihentetés során, van, aki mindezt nem tartja szükségesnek, minden esetre, ha másfél 2 napos pihenőidő letelt, akkor lehet körülbelül 270 fokos kemencében sütni, és nagyjából ezzel az eljárással, hogy a fél éves elhatósága szabad volt. Igazándiból talán a legizgalmasabb része maga a tésztának a kidolgozása, amit az eredeti, a Freya Linai recept szerint állítólag baltával, vagy legalábbis szerszámnyéllel foganatosítottak, hogy a levegőt eltávolítsák. Volt, tehát addig kellett gyepálni és ütni, amíg teljesen légtelennek nem vélték magát a tésztát. A 20. század alkotói lényegesen egyszerűbb elkészítési módszert javasolnak, egészen egyszer letalálják a tésztát, és ezzel próbálják légteleníteni, majd újra összedolgozva, először a 17 dekás rudacskákkal, majd koszorúvá, majd rovátkozott koszorúvá formázni. Egy biztos, hogy döbbenetesen mutatós. A hagyománynak nagyon szép része, és jelen való része egyébként a rávakazi gasztronómiának. Én ezen igazándiból akkor is döbbentem meg, hogy mennyire élő része, amikor jó 10 éve ide kerültem az apátságba, és először, mint beazonosíthatatlan dísztárgyat pillantottam meg az asztalon, de apát úr például jó étvágyjal szeret. És természetesen elképesztő mennyiségű baj és tej hozzáadásával fogyasztani különben elnyelhetetlen, de ez már megint csak az én véleményem róla. És igazándiból, hogy hogy is kerül egymás mellé gyakorlatilag a rávaközi perec és az apátság, hát lehetne azt mondani, hogy apátor személyén keresztül, aki mai napig szenvedélyes fogyasztója. Én gyakran ajánlom a műemlékvédők figyelmébe is magát a perecet, a száraz vagy dobos épületek kiszállítása. Lévén, hogy maga az alkotás olyan állagú, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt kiszívja a nedvességet mindenhol, tehát idősebb gyermekek közelében tárolni nem javasolt. De egy egészen biztos, hogy mindkettő rendkívül karakteres és régi részét képezi a csornai közös emlékezetünknek,
ennek a hagyománynak, ezeknek az értékeknek, és ha belegondolunk a mai megjelenési formájában, nagyjából egy idősek is. Hiszen magát az apátságot, és én azért nem is hoztam vetítést volna, mert egyrészt szerintem az elmúlt évek során számtalanszor szeppeltük együtt végig az épületet, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki jól ismeri és jól tudja azt, hogy miről is beszélünk. Minden nap elmegyünk mellette, látjuk, kívülről jártunk benne is, számos rendezvénynek az otthon, egyszerűen része a Rába közül, a Csorna életének, és én azt hiszem, hogy nagyon jól megvalósítja azt, amiről a generális apát is beszélni szokott, hogy ez legyen egyfajta atyai ház, legyen szellemi műhely az itt élők számára, legyen egyfajta otthon, amit teret tud adni akár a városi, akár a felekezetileg elkötelezett rendezvényeknek is. Külső formájában ez az épület együttes nagyon és egyébként a Rába középerendszer. Tehát gyakorlatilag, ahogyan most az épületek kinéznek, az gyakorlatilag egymás mellé sem rendelhető azzal, ahogyan az alapítás tájt megálmodták, vagy egyáltalán ahogy tájították az épületet. Hiszen maga az apátság az 1180-as alapításához képest kifejezetten modern külcsint mutat, hiszen már a barokkhoz is egy késő barokk, klasszicizáló külső héjazatot mutat fel, ami az 1802-1810-es átépítés következménye. Tehát gyakorlatilag ebben a külső megjelenése formájában nagyjából egyidősek is vagyunk a Rába középerenccel, bár az alapításunk egy kicsit régebbi. Tudjuk jól, hogy alapvetően nem itt helyezkedik el az apátság, talán az, ami egyedül megtartja a helyét, a templom. De maga a templom sem így nézett ki, nem is ekkora volt, sem tömegében, azaz hossz és szélsőséges, tehát a szélességében, ebben a kiterjedésében, sem tájolásában. De egy biztos, hogy a templom tengelye körül, aminek talán a legdélibb mellékhajója ma álló, szépen lassan fordul át az apátság épület együttes, északról délre a park irányából a kereszteződés felé egy szárazabb, egy élhető klímai részre. Magához az épületben nyilván a templom az, ami a jelentősebb értékeket felvonultatja, hiszen a legrégibb épület rész is az épített örökségből magában a templomban található, hiszen ez a szentély, aminek a falain is kívülről is, belülről is ezzel a támfalakkal megtámogatott, még erősen gótikus, a boltozatában és inkább a gótjegyeket viselő szentély az, ami nagy valószínűséggel az első, még az Osül nemzetség által építetett családi monostor templomnak egy déli, valószínűleg a legdélebbi mellékhajójának apszishoz záródása mellékszentélye volt az idő során. Ez épül ki, ezért az 50 méter hosszú, tehát tömegében is érdekes, nagyon hosszú, csőszerű, keskeny templommá. Jól látszik magán az épületen, kívülről is, belülről is a különféle korszakok és stílusok váltakozása. Minden esetre az az éles átmenet, ami a gótikát és a barokkot megkülönböztetés elválasztja, az az épületen belül is jól látszik, és kívülről is megfigyelhető, hiszen az épület tömege, maga a templom nem indokolja a belmagasságát. Belülről lévő jóval alacsonyabb, mint ami ennek kívülről látszik. Ennek az egyetlen oka az, hogy még a gótizáló épület ablakai végig fennállnak a padláson, a gótikus mérművek megvannak. A gyámköveket alulról indítva az 1750-es évek első harmadától Kamenicki Ágoston irányításával kezdik barokkosítani a templomot, és jön létre az a templom, ami ma látható, amiből különösen értékes és fontos számunkra az a bizonyos angyalrelief, dombormű a templom konyhájában, ami valószínűleg még az első templomból származik. A Schrável Tádi által magával hozott, az 1700-as évek második felében ide került szűzanyag egy kép. Ez a nagyon erősen az ikonfestészet világába kalauzoló, kifejezetten keleti vonásokkal bíró festmény, szizmári ábrázolás, ami azok közül is az Okhridítia Istenanya, az útmutató Istenanya
ábrázolások sorába tartozik, és gyakorlatilag 1864-től folyamatosan csodás gyógyulás, ima meghallgatások kísérik és teszik hangsúlyossá az itteni jelenlétét. Nem véletlen aztán egyébként a Csornai Mária kultusznak, talán valahol majd a viseletben és a népművészetben is megjelenő hatása, hiszen az ember nagyjából ugyanazokat a motivumokat véli felfedezni a mennyecske kendőkben, az aranyfonatos kendőkben, amiket egyébként az oltárterítőkben is kiválóan megtalál. Nem csak a népdalok világába lopakodik bele, majd valahol a műzene felől az egyházi ének, a zsoltár stílusú népdalaink tekintetében, a legősibb rétegében, hanem ez ugyanúgy megjelenik a népi díszítő művészetben, a mindennapos használati tárgyak, ruhadarab tekintetében is. A templom fafaragásai különösen érdekesek és figyelemre méltók. Egyrészt a barokk boly, azaz a három barokk oltár, a Szent Norbert, a Szent Ágoston oltár, illetve a fő oltár, ami már kő és nem fa, illetve a legújabb kori, az 1950-es alkotások, a fő oltáron álló két hársfa szobor, Sugár nevű csornai fafaragó alkotásai, illetve a keresztútnak a képei. Magában az apátság épület együttesében, hiszen gyakorlatilag itt is két épületről van szó a templomról, és a hozzá csatlakozó apátsági épületről, ahol ugyancsak beszélhetünk prelatúráról, azaz erről a homlokzati részről a prelátus, az előjáró lakosztályairól, illetve a konvent szárnyról, amely gyakorlatilag keleti, illetve déli irányból csatlakoztatja a homlokzati épület szárnyat a templomhoz, és így hozza létre ezt a zárt belső vadon. Magában a konvent szárnyban és a prelátusi lakosztályokban az egykori dolgokból különösebben sok minden nem maradt meg. A falak. Igazándiból a falak, amik olyan sok mindent láthattak és olyan sok mindenről beszélhetnek, hiszen magát az épületet kétszer is sikerült igen alaposan kitakarítani. Egyszer 1950-ben, amikor a bevonuló népi demokrácia átveszi a gyönyörűen szétlopják az épületet, három napos szabad rablást engedélyezve, a tárban itt vár az épület, és bármi elvihető. Majd pedig 90-ben, amikor a benne lakó hivataloknak ki kell költözni, és igazándiból, ami egy csavarhúzóban leszerelhető, azt el is viszik magukkal, beleértve még a rész dobozos barokk zárakat is. Tehát összesen két ajtó az eredeti közel 300 éves barokk zárszerkezet. Nagyon kevés az, ami a konvencánkban, illetve a prelátusi lakosztályokban az eredetiből megmaradt. Talán ebben a teremben érdemes a lábunk alá nézni, mert itt még a közel 300 éves padlón járhatunk, annak az eredeti intarzia díszítésével, ugyanígy a szomszéd teremben is. A rákövetkező két szalomban pedig már mi állítottuk helyre a parkettát, ugyanis a kiköltözéskor még a parkettát is sikerült sokszor magunkkal vinnünk, 90-ben. Tehát ez azért nem valahol előtte az idők homályában vészve történt. Én azt hiszem, hogy jelenleg maga az apátsági épület együttes valóban egy hangsúlyos jelenvonás, egy hangsúlyos képe Csornának. Mi az apátság lakói? Mert lévén ez valóban atyai ház is és lakóház is. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy maga az apátság és a templom, akár egyhelyként a vallási turizmus számára, akár látványosság vagy érdekességként az ide látogató számára, de nyitott legyen, látogatható legyen. Nekünk mindennapos, mi megszoktuk, mi itt élünk, mi ezeket az ajtókat nyitjuk, ezeket a kilincseket fogjuk. A város lakói emellett a ház mellett járkálnak el, és kiválóan tudjuk címkézni, hogy persze ez a múzeum, ez a templom, ez a kávézó, most már az agrárkamara irodája, az a hazás. Igazándiból talán pont emiatt a parciáltság miatt, mert a sok részletre tagoltság miatt nehézekkel látni, és nehéz együtt látni magát az épület együttest és ennek a célját.
Valamilyen szinten útkeresésben vagyunk mi is, de mindenképpen szeretnénk azt, hogy pláne most már a megyei kunk közé emelkedve valóban egy nyitott és értékes része legyen a magyar közös kultúrkincsnek, és nyilván ezzel együtt a látogathatósága is, tehát a növekedjék, mindenki csak buzdítani tud arra, hogy jöjjenek, hozzunk csoportokat, hozzunk ismerősöket, előzetes időpontegyeztetés alapján a templom, az apátság, a levéltár látogatható. Én azt hiszem, hogy érdemes ezekben a lehetőségekkel élni. Lengyel Sándor szintén a megyei értéktárba került Pántika Néptánc Együttes csornai viseletéről és Ágyán Csilla alkotásairól tartott előadást. Azt hiszem érthető talán, hogy a Perec ennek a gyönyörű épületnek a bemutatása, a templom bemutatása, illetve az előadásban felsorolt sok-sok értéknek a bemutatása után nagyon nehéz most elkezdeni beszélni egy olyan csoportról, amit úgy hívnak, hogy táncegyüttes. Nevezzük inkább úgy, hogy egy mozgásművészeti együttes, vagy egy olyan közösség, egy olyan csoport, amely évek, évtizedek óta életben a városban jól dolgozik, elismerten dolgozik. Ez az elismerés a város, a megye, az ország és néhány külföldi város részéről is megérkezett az együttes irányába. Először arra gondoltam, hogy az elején kezdem az egész mondandómat. Nem akarom nagyon sokan fenntartani önöket, csak néhány percben szeretném ismertetni az eltelt időszakot. Most mégis úgy gondoltam, hogy a végével kezdem, mert az elhangzottak alapján én azt hiszem mindenképpen felvetődik az a gondolat, és bennem is felvetődött attól a pillanattól kezdve, hogy ez az egész mozgalom elindult városi, megyei, országos szinten, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy érték. Én azt hiszem, hogy kárazat sokáig filozofálni. Azt mondhatjuk, hogy minden, ami hasznos, ami gyönyörködtet, ami tanít, oktat, nevel és szórakoztat, az ebben a kategóriában tartozik, természetesen, ha ízlésesen szórakoztat. Egyszer ez a csoport, ez majd a vége felé, most már ki fogok menni, nem fogom még egyszer elmondani, terveztem mondani, kint járt Barcelonába, egy nagy nemzetközi fesztiválunk, és amikor hazaérkeztünk, akkor néhány nap múlva, talán itt az épület előtt, egy idős belemegykorú bácsi megszólított, és mondta, hogy tanár úr, gratulálok maguknak, gratulálok ezeknek a fiataloknak. Nagyon nagy dolog, amit önök művelnek. Hát mondtam, miből gondolja ez bátyám, öcsém, nem tudom mi volt. És azt mondja, hogy hát hallottam, hogy Csornaváros zászlaja kint van Barcelona polgármesterének irodájába, ma is, évek óta, amióta önök ott jártak, és most már Barcelonában is tudják azt, hogy hol van Magyarország, és hol van a mi kisvárosunk, amit úgy nevezzük, hogy Csorna. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerést nem kapott ez a csoport, holott voltak országos kitüntetései. Nem fogom felsorolni mindenki előtt ismert, amit joggal érdemelnek. És most jönnék vissza az elejére, 1984-ben, tehát 30 évvel ezelőtt. Körülbelül 20 gyerek kezdte ezt az egész munkát. Hozzá kell tennem, Csornán mindig volt néptánc együttes a 30-as évektől, a Jönny és Mokréta mozgalomtól, kisebb nagyobb megszakításokkal. Ekkor éppen szünetelt ez a munka. Akkor alakult ez a gyerekcsoport, ami természetesen évről évre növekedett, gyarapodott, és nem csak létszámban, hanem szakmai tudásban. Ennek következtében két év múlva már Lengyelországban egy nagy európai nemzetközi fesztiválon vettünk részt. A gyerekek növekedtek, és hát a 30 év alatt esik elmondani, hány generáció ment ki ebből a csoportból, soha nem számoltuk össze a naplók alapján, egyszer érdemesen ne. Jelenleg körülbelül 200 gyerek műveli ezt a nagyon nemes és nagyon szép munkát. A csoportnak az volt a feladata, mint ahogy az országban minden csoportnak az a feladata, hogy a magyar népi kultúrát,
a népművészetet, a magyar népművészetet ismertesse meg a gyerekekkel, szeretesse meg népzenéjét, néphagyományát, elsősorban városnak, Rába köznek, de ezen kívül az egész országnak, a Kárpát-medencének, sőt, európai országoknak ismert, hiszen ezekből az országokból is van egy csoportban repertoár, és táncolják ezek a gyerekek. Na most a kezdeti indulás után, amikor először csak városi rendezvényekről volt szó, növekedett ez a tér, növekedett a megye felé, aztán az egész ország felé. Találkozva budapesti országos hírű koreográfusokkal, országos hírű szervezőkkel, intézményekkel, a munka eredményének következtében ez a csoport először országon belül kezdett el ilyen utazó csoport lenni, hiszen voltunk Debrecentől Szekszárdig, Kecskeméttől Szombathelyig, Egertől Sopronig, Győri nyárig, és nem sorolom tovább ezeket a nagyvárosokat, ahol a megyei országos fesztiválokon vettünk részt. És ezek az alkalmak mind alkalmasak voltak arra, hogy ismerkedjünk egymással, ismerkedjünk a csoportok vezetőivel, és barátság alakuljon ki. Egyik a másiknak, másik az egyiknek tetszett meg. Ennek következtével már jöttek a meghívó levelek, és a hazai szereplések kiterjedtek nemzetközi, hát elsősorban európai szereplések. Nem dicsekvésként mondom, csak a számuk kedvéért. A 30 év alatt, 1984 óta 23 országban járt ez a csoport Európában, Európa 53 nagyvárosában és több alkalommal. Több alkalommal volt Olaszországban, Franciaországban, Németországban, az összes volt szocialista országban, de azóta is járunk ezekben az országokban. Részt veszünk fesztiválon, részt veszünk rendezvényeken, részt veszünk egyházi rendezvényeken, állami rendezvényeken, részt veszünk nagy vásárokon, nagy emberekkel találkozunk. Szinte hihetetlen egy volt, vagy akár ma is ez egy csornai gyerek számára, amikor a képórás nagyon fárasztó fellépés után Franciaországban a sport és kulturális miniszter adja át az oklevelet a csoportnak. De hát volt ilyen találkozásunk Ausztriában is. Magyarul mindenhol szeretettel, tisztelettel fogadták ezt a csoportot, és én úgy gondolom, hogy a csoport minden tagja rászolgált arra, hogy ezt kiérdemelje. Tisztelettel, szeretettel és minden áldozatot meghozva járnak hetente próbákra. Egy dolgot most itt hagy tisztázzak, a most fellépő csoport nem egyenlő a Pántlikával, mint említettem. A Pántlika a hozzátartozó oktatási intézménnyel, tehát a Néptánc iskolával együtt 200 fős, természetesen itt nem tudnak fölépni, nem csak azért, mert kicsi a hely, hanem azért is, mert van, aki kollégiumban van még éppen, van, aki lehet, hogy órán van, van, aki dolgozik. Tehát annyi gyereket tudtuk most idehozni, ahányan éppen ráértek, de én azt hiszem, hogy ez egy jó keresztetszetet fog adni a csoport munkájáról, ahol fiatalabbak is, és idősebbek is fognak szerepelni. Amikor 30 éves évfordulót ünnepeltük tavaly májusban, én csak annyit mondtam, köszönöm a táncosoknak, köszönöm a szülőknek az áldozatvállalást, és köszönöm minden támogatónak, aki segítette a csoport munkáját. Végezetül ott is azt mondtam, és most is azt mondtam, Isten áldja meg a Pántlikát, dolgozom még nagyon sokáig, Isten áldja meg Önöket, szeressék nagyon sokáig a Pántlikát. Én szerintem nem azért, mert elfogult vagyok, hasznos és szép munkát végeznek, és érdemes ezt a munkát folytatni, amit a városunk, a népművészet, a magyar népművészet megismertetésére történik. Köszönöm szépen! A rendezvény végén a Pántlika Néptánc Együttes műsorát láthatták az érdeklődők.
Felhívjuk nézőnk figyelmét, a rendezvény teljes felvételét hétvégi műsorunkban láthatják. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!